Sziasztok, Szandra vagyok. Elérkeztünk a Szanszínos videósorozat harmadik, egyben utolsó részéhez, avagy ismét mosószeres flakonnal fogok kreatívkodni. Ugye az első videóban lakásdekorokat készítettem Szanszínos flakonból, a másodikban ilyen cuki kis gyerekszobai tárolókat, és ez a harmadik most azt hiszem a legeslegcukibb DIY projektem lesz, már ha jól sikerül. Ugyanis az a tervem, hogy ezúttal egy ilyen cuki kis mini babaházat fogok készíteni, és hát eléggé izgatott vagyok, mert ez azért egy picit összetettebb projekt lesz az előzőekhez képest, de azért remélem, hogy jól fog sikerülni. Ehhez a mini babaházhoz csak is itthon található dolgokat, illetve mindenféle maradékanyagokat fogok használni, szóval ez tényleg egy szuper kis újrahasznosítós projekt lesz. A Szanszínnak ezúton is nagyon köszönöm a támogatást ehhez a videósorozathoz, ti pedig, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan készítem el a mini babaházat, akkor tartsatok velem! Ez a fehér szanszínos öblítős flakon lesz a mai projektnek a főszereplője. Először is lecsavartam a kupakot, mert itt még azt hittem, hogy fogok belőle csinálni valamit a mini babaházunkba. Utána pedig kivágtam a flakonnak az egyik oldalát. Az amúgy tök nagy szerencse, hogy ezen a flakonon csak egyetlen egy oldalon vannak feliratok, így nem kellett utána átfestenem az egészet, amivel azért eléggé sok időt megspóroltam. Ezekből a kis kartondarabkákból, amiket egy dobozból vágtam ki, meg fogom csinálni a mini babaházunknak a tetőjét, amit forró ragasztóval ragasztok a flakonra. Ezeket a kartondarabkákat csak így nagyjából vágtam méretre, szóval nem fognak pontosan illeszkedni egymáshoz, de cserepeket fogok majd ragasztani rájuk, szóval sokkal dekoratívabb lesz majd a tető, amikor rajtuk lesznek a kis cserepek is. És akkor itt vannak azok a bizonyos cserepek, amiket szintén kartonból, vagyis hát dobozból vágtam ki. Először is csíkokat vágtam a kartonból, amiket aztán apró kis négyzetekre vágtam, és végül a négyzeteknek az alját lekerekítettem, mintha cserepek lennének. Ezután jött a pepecs munka, mert hogy ezeket a cserepeket egyesével kellett felragasztanom a tetőre, de szerencsére eléggé gyorsan elkészültem vele, mert ez a forró ragasztó nagyon erősen és gyorsan odaragasztotta őket. Így néz ki a babaház a késztetővel, nem mondom azt, hogy tökéletes lett, de szerintem egészen csinos. Ám ekkor jutott eszembe, hogy elfelejtettem ablakot vágni a házra, és azt még azelőtt kellett volna megcsinálnom, hogy nekiálltam a tetőnek, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan késsel vágtam ablakot az egyik falra. Szerencsére nem sérült meg a tető, viszont eléggé ferde lett a kis ablak, de hát pont ettől egyedi. Ebből a fültisztító pálcikából függönykarnist fogok csinálni. Először is lehúztam a kis pamacsokat mindkét végéről. Utána ebből a maradék függönyanyagból vágtam egy kisebb darabot, amit aztán szépen kiegyenesítettem, illetve méretre vágtam, majd kettő darabra vágtam el. A két kis függönyömet ráakasztottam a vattapálca karnisra, majd rózsaszín szalaggal átkötöttem őket, hogy ezért mégiscsak olyan kis cuki és csajos legyen az egész.
Ezután forró ragasztót nyomtam az ablak fölé, és odaragasztottam a függönykarnist a két függönnyel. Képzeljétek, volt itthon egy dobozom, amiben egy baba volt, és ezen a dobozon egy ilyen tök jó kis cserepes pálma volt, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt amolyan tapétának beragasztanám a kis babaháznak az egyik falára, és szerintem baromi jó ötlet volt, mert nagyon-nagyon jól mutat. Ebből a maradék szőnyegből pedig értelemszerűen szőnyeget készítettem a babaház aljába. Na és így állunk most, hát ez szerintem már most is iszonyatosan aranyos, de természetesen kellenek bútorok is ebbe a kis babaházba, annak ellenére, hogy tényleg nagyon pici, talán nem is nevezném háznak, hanem inkább csak egy babaszobának. Minden esetre csináltam egy kis kanapét ebbe a babaszobába, gyufás dobozból, illetve kartonból. Ne ijesszem meg titeket, hogy ennyire csiricsáré mintás az egész, mert hogy le fogom fújni rózsaszín spréfestékkel. A flakonnak a kupakját pedig szürkével fújtam le, mert hogy azt terveztem, hogy ez lesz az asztal a kis babaházban, de végül túl nagy lett oda. Ebből a pöttyös muffin papírból lámpát fogok csinálni a babaszobába. Teszek egy kis forró ragasztót a muffin papírnak az aljára, és ragasztok rá egy darab kötelet, amivel fel tudom függeszteni a babaházba. Itt lemértem, hogy nagyjából mennyire lóg jól le a lámpa, majd levágtam a felesleges kötelet, és odaragasztottam forró ragasztóval a babaháznak a tetejére. És végül, de nem utolsó sorban csináltam egy mini asztalkát is, egy kupakból, illetve három gyufaszából. Íme így néz ki ez az extra mini, de hihetetlenül cuki babaházacska. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Én őszintén szólva nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis babaházra, mert tényleg az egyik legcukibb DIY projektem, amit valaha csináltam. Ha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy ti hogyan rendeztétek volna be ezt a kis mini baba birodalmat. Ha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha esetleg eddig még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!